Jobb minőségű kenyerek és pékhárok készülhetnek, változtak ugyanis a Magyar Élelmiszerkönyv szabályai, a termékek összetételét pontosítja a leírás, meghatározza a rozskenyér kötelező rozslisz tartalmát, vagy a keverék kenyerek elkészítési módját is. Évente átlagosan 73 kg kenyeret fogyaszt egy felnőtt magyar. Az emberiség legősibb tápláléka töretlen népszerűségnek örvend hazánkban, sőt az utóbbi években egyre nagyobb a választék a pékáruk között is. Sokan vásárolnak rozsos, több magvas vagy gluténmentes kenyeret, és keresik az egészen újfajta termékeket is. Ilyen itt ez a chia magos kenyér is. Omega 3-at és omega 6-ot tartalmaz nagy mennyiségben, ami a koleszterin szint beállításában játszik nagy szerepet. A vércukorszint csökkentő, súlykontroll, antioxidáns hatású, tehát nagyon sok jó tulajdonságát tudom felsorolni. Jobb minőségű kenyerek és péksütemények kerülhetnek a boltok polcaira az új szabályozásnak köszönhetően, bár tény, hogy az élelmiszer ellenőrzések során kevés kifogásolható sütőipari terméket találnak a hatósági vizsgálatok kapcsán, de ez részben amiatt volt így, mert nem minden termék esett szigorú szabályozás alá. Azzal, hogy a búzalízből készült termékek mellett más gabonás kenyerekre is vonatkozik majd az élelmiszerkönyvi előírás, nem lehet majd például malátával színezett kenyeret rozskenyérként eladni. A rozstartalmat emelniük kell. Tehát gyakorlatilag a rozskenyereknél 40%-ról 60%-ra, a rozsas kenyereknél 15%-ról 30%-ra fog emelkedni a rozstartalom, illetve hát a fehér kenyereknél is a hozzáadott adalékanyagoknak a mennyisége az maximum 1% lehet. Tehát a trükközésre kevesebb lehetőségük lesz. Az előírás, amelyet idén nyáron az EU is jóváhagy, jobb minőségű pékárut garantál. Lakatos Tiborral folytatom a beszélgetést, a Magyar Pékszövetség alelnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A magyar és a jó minőségű péktermékeket védheti meg ez az új szabályozás, hogyan? Egy régi vágya teljesült a pékszakmának azzal, hogy a különböző jogszabályokban elhelyezett mutatókat egységes tette az Élelmiszer Bizottság, ugyanis összeült több éves munka után az Élelmiszerkönyv Bizottság, és megalkotta azt a törvényt, hogy a különböző péksütemények, kenyereknek az előállítása során pontosította azokat az összetevőket, azokat a paramétereket, amely egységesítette a vevők számára a termékeknek az összetételét. Egyébként, hogyha a Magyar Pékszövetség véleményezi, vagy megnézi, hogy itthon bármilyen kereskedelemben milyen minőségű kenyeret, kenyérféléket, illetve pékárut lehet kapni, akkor hogyan osztályozná a hazai termékeket? Én úgy gondolom, hogy a Pékszövetségnek az egy érdekképviselés szer, tehát ő igazából nem tartja feladatának, hogy ezt ellenőrizze. Ez a hatóságoknak a feladata, de nyilván figyelemmel is van visszajelzés, nyilván figyelemmel kísérjük a piaci visszajelzéseket. Számtalan példát tudnék mondani, tehát találkoztunk olyan rozskenyérrel, amelyek a sütőipari előállítás során nem is tartalmazott rozslisztet, nem található rozsliszt. Tehát ez a szélsőséges eset, de úgy gondolom, hogy a fehér kenyérnek az előállítása során azok a trükköket alkalmazzák általánosságban a sütőipari vállalkozások, hogy nem teszik be kellő mértékben azt a drágább BL55-ös lisztet, hanem olcsóbb minőségű kenyeret tesznek bele, és ugyanakkor föltüntetik azt, hogy itt igenis fehér kenyérként adják el. Tehát ezt lehet elmondani, az valóban ez előfordulhat. Reméljük, hogy ezek után már lesz szigorodni fog. Egyébként a fogyasztó hogyan tud tájékozódni afelől, hogy jó minőségű pékáruhoz jusson, milyen védjegyet, milyen címkét nézzen, keressen? A Magyar Pékszövetség két év bevezette egy védjegyet, ami kimondottan a magyar pékségeknek a használatát engedélyezi, tehát ellenőrzik azokat a pékségeket, ezzel a védjeggyel látják el a termékeiket. Ez egyik módszer, de nyilván ezt nem tudjuk kiterjeszteni minden egyes vállalkozásra. A szakmának a feladata az, hogy ellenőrzések során, bejelentések során a hatóságokkal együtt figyelembe kísérjük ezeket a bejelentéseket, és mi is teszünk lépéseket, hogy a fogyasztókhoz megfelelő termék
kerüljön azok az összetételek, meg legyenek benne, ami ugye az élelmiszerkönyv tartalmazza. Ez az új szabály, tehát az élelmiszerkönyvnek ez a módosítása. Hogyan fogja garantálni azt, hogy a különféle gabona lisztekből készült kenyerek megfelelő arányban azt az összetételt tartalmazzák majd, amit ez a könyv előír? Ugye tavaly lépett életbe az a rendelet, hogy a termékeknek, nem csak a pékáró, egyéb termékeknek az összetétét ki kell, ellenki a tartalmát ki kell függeszteni, ha hiszen vették a vásárlók, nagyon sok helyen meg is jelent ez, és az alapján tudják ellenőrizni, hogy valóban, hát nyilván érzékszervi ellenőrzés kapcsán lehet ezt igazából megvizsgálni, de van lehetőség erre, vagy pedig a gyártónál a termék összetételi vonatkozó szabványokat is meg lehet kérni. Ugye, amióta ennyiféle fajta pékterméket, pékárut és kenyérfélét lehet kapni, azóta a fogyasztó is jobban szénlész, tudatosabban vásárol, egészségtudatosabb, mondhatjuk ezt is, és keresi az újfajta kenyereket, kenyérféléket. Mit látnak a piacon? Erre szükség van? Szükség lesz ennyiféle termékre? Igen, egyik feladata is volt a módosításnak, hogy nagyon sok új termék, nagyon sok új alapanyag jelent meg a piacon. Ha belegondolunk, hajdinát, graham termékeket igazából az utóbbi években tapasztalunk. Na most ezeket is szabályozni kellett, hiszen ezek egyedi termékek voltak, és ezeknek az egészséges táplálkozásra kapcsolatos hatásukat is ellenőrizni kell. Tehát az élelmiszerkörvény ezekre is kiterjedt, hogy ezeket is szabályozza, hogy mennyi graham százalékot kell beletenni a lisztbe, tehát ez le van most már hál' Istennek szabályozva. Például egy cukorbeteg biztonsággal fogyaszthassa azt a terméket, amit ezt, ő igen. Így a saját egészségi állapotának megfelelően mennyiségben fogyaszt. Igen, de úgy gondolom, hogy ezt az eladó, hiszen a boltos vagy a vevő nem minden esetben tudja, de hát azért vannak a bolti eladók, hogy tájékoztatást tudjanak adni a vevőknek, hogy ez milyen betegségre alkalmas. Nagyon sok fontos kérdés van még, például ez az új szabályzat vonatkozik-e majd a külföldi sütődékre is, hiszen mondjuk a felügyeleti szervnél azt mondták nekünk, hogy a határ mentén előfordul, hogy Romániából hozott pékáruk, kenyérfélék is bekerülnek a magyar kereskedelembe, a magyar boltok polcaira, tehát hogy rájuk is vonatkozik ez, hiszen az Unió még csak ezután fogja ezt az egész szabályzatot megnézni, megvizsgálni. Igen, az Unió valamikor nyáron fogja ezt fölülvizsgálni, és nyilván ki fog terjedni az egész uniós tagállamokra. Valóban mi is tapasztaljuk azt, hogy határ mentén olyan termékek jönnek át, amelyek nem minden esetben felelnek a jelenlegi szabályozásnak. Én úgy gondolom, hogy ezt ellenőrzéssel lehet majd háttérbe szorítani, de ennek nem csak összetétele, hanem egy adóhatósági problémáját is felvett ez a határon átjövő EU-s termékeknek a megjelenése. Jó, még egy nagyon fontos kérdés, mert ugye amikor évelején, januárban teljesen az elején beszélgettünk, akkor még nagy-nagy kérdőjel volt a tekintetben, hogy lesz-e ebben az évben kenyéráremelés. Ugye annyi minden volt itt az évelején, a minimálbér emelkedett, stb., hogy a sütőipari ágazat nem igazán tudott erre választani. Most mit látnak? Hát úgy gondolom, hogy legjobban befolyásolja a terméknek az árát az alapanyag, tehát hiszen akkor is elmondtam most is, hogy viszonylag jó termés volt, jó búza termés volt az országban, és nem emelkedett a lisztnek az ára, és ezt nem is követte az áremelés a sütőipari termékek árában sem, tehát nem tapasztalható véleményem szerint a sütőipari termékeknek az áremelkedése. Köszönöm szépen, hogy itt volt.